második szemben az egyenesen azt a fölépcső látszóval. Nem félelmetes a dolog. Mit csináltok? Azért vagyunk itt, mert ülősztrájkot tartunk, és azt szeretnénk elérni, hogy a SOTER vezetése vonja vissza Schmidt Pál doktori címét. Hogy kezdjen ezzel kapcsolatban eljárás? Állatok befut egy gyanús dolgozat, akkor mi a teendő? Mi történik? Akkor a DK helyettes kezdeményezésre született egy olyan határozat, ami alapján minden szemináriumi dolgozat, minden órai beadandó munka, minden szakdolgozat, és master, abban az esetben, hogyha az opponens igazolni, bizonyítani tudja azt, hogy az plágium, tehát másnak a hivatkozás nélkül, más munkának hivatkozás nélkül átvételén alapul, automatikusan egyes. Tudom megadni a választ, ezt nyilván a rektor úrtól szeretnék megkérdezni, hogy ez hogyan lehetséges. De hát abban persze nagyon is sejtjük, hogy hogyan lehetséges. Szeretnék olyannal beszélni, aki tud válaszolni erre a kérdésünkre. És nem erőszakosan vezetnek, de még belejöttünk utána. Nem. Az egyetlen egy módja annak, hogy mindig kényszerítsük a szélrektorúra, tényleg érdemes tudunk tárgyalni ezzel. Szeretnében, mert kint azt mondták, hogy más. A kapacitációjára, nem másolsz. Nem, de hogy így most mondd, mert lehet, hogy meg kéne mondtam. Na, csinálják szimpátia tüntetést azonnal. Felajánlott a rektor telefonon, és ő ezt továbbította felénk, hogy holnap délután 5-kor leülünk tárgyalni. Az üdöntő született, aki akar, itt marad, és megpróbál nyomást gyakorolni a holnap 11-kor összeülő doktori tanács döntésére, azáltal, hogy itt marad. És aki meg akar, az tovább áll, és lehet szimpátia tüntetés próbálja szervezni. És be lehet jönni, ki lehet menni, vagy hogy van? Kimenni, bármeddig ki lehet, bejönni, csak rektori engedélye lehet.